Gratulálok a bronzéremhez. Mesélj, hogyan élitek ezt meg most? Tudtok örülni neki, vagy most még egy kicsit ez inkább egy elveszített ezüstérem? Mi jár a fejekben, a szívekben? Hát igazából inkább egy elveszített ezüstérem, mint egy megszerzett bronz. Nyilván örülünk neki, hogy újra dobogósok tudtunk lenni, de egyrészt keserű is a szájízünk, mert azért odaérhettünk volna simán a második helyre. Igen, akár a mai meccsen is, bár ez nem csak rajtatok múlt, hogy a Kisvárdának sem szabadott volna nyernie, vagy talán még pontot szereznie sem. Összességében szerinted mind ment el ez az ezüstérem? Hát igazából voltak olyan mérkőzések így a szezon vége felé, amik nem úgy sikerültek, vagy nem úgy álltunk bele, hogy meg tudjuk szerezni a második helyet. Igazából szerintem itt ment el, hogy tényleg volt Debrecen, MTK, ezek a mérkőzések, ahol nem szereztük meg a három pontot, és így nyilván a Kisvárda tudott nyerni, és így beért minket, és sőt, meg is előzött. És a mai meccs, ezt hogyan élted meg? Hát igazából szerintem az elején kicsit bealudtunk, ugye 15. percben már 2-0 volt oda. Nyilván sokkal jobb így játszani, hogy ennyi szurkoló van kín, és ilyen hangzavar van, de aztán szerintem így a 30. perctől kezdve elkezdtünk játszani, és hogyha jobban oda koncentrálunk, vagy az utolsó percek jobbak, akkor talán meg is tudtuk volna fordítani, de döntetlen mindenképpen el tudtuk volna. És te személy szerint a saját teljesítményedet hogyan élted meg ebben a szezonban, egyáltalán hogyan érezted magad itt felcsúton? Hát ugye igazából az elején, ugye fél évig Egerszegen voltam, ott nagyon jól ment a játék, ugye ott jól is éreztem magamat, minden jó volt, aztán ugye télen visszakerültem ide felcsútra, itt még jobban éreztem magamat, de annyira nem jött új a játék, ahogy Egerszegen, szóval igazából ilyen hullámzónak mondanám ezt az évemet, mert az elején tényleg jól ment, ahol Egerszegen voltam, de most itt felcsúton annyira nem. Itt is voltak jó meccsek, de voltak rosszabbak is. Tudod ennek esetleg az okát, vagy még keresed? Hát azt még keresem, de most lesz 3 hetem, hogy megtaláljam. Igen, mondtad, hogy itt is nagyon jól érezted magad, akkor itt képzeled el a folytatást? Hát igazából most én konkrétumot nem tudok mondani, de hogyha nincsen semmiféle olyan komoly kérő, akkor így képzelem ennyire. Ami azt jelenti, hogy akkor nyáron ugye nemzetközi kupa, Európai Konferencia Liga, mennyire várod már? Igazából nagyon várom, most ugye lesz 2,5-3 hét szünet, aztán utána belevágunk újra. Igazából minél jobb állapotba kell hozzuk magunkat, és az első fordulót sikerrel venni. Ez lehet a cél, vagy csak lépésről lépésre tekintetek első forduló, vagy azért így merészebb célokon, álmokon is gondolkozol, hogy mit lehet akár elérni? Hát egyelőre még csak azért lépésről lépésre, úgy ahogy a bajnokságban. Hogyha az első forduló megvan, akkor utána jöjjön a második, és utána már lehet gondolkozni, hogy mi lenne tovább.